Jelentős energia megtakarításra számít a Zemplén Médiacentrum annak a beruházásnak köszönhetően, amely a közelmúltban fejeződött be. Napelem által megtermelt rendszerből működnek ugyanis egy ideje a technikai berendezések, amelyek elengedhetetlenek a televízió és a rádió működtetéséhez, illetve a napi egyéb munkavégzéshez. Ahogy minden más vállalkozást és mindenki utol ért az energiaválság, úgy minket is, Ö, azt tudni kell, hogy az Emplén Televízió, az Emplén FM 1049, tehát az egész médiaszolgáltatás rengeteg energiát, ára, elektromos áramot kifejezetten fogyaszt. Ö, a várható és prognosztizált árak, illetve a jelenlegi árszínvonal miatt is több százezer forint, közel egy millió forint mértékű a havi villamos áramfogyasztásunk értéke, tehát ilyen számláink vannak. De a tavalyi éven, tavalyi esztendő októberében még időben sikerült lépni, és egy önerős beruházással naplen parkot létesítettünk, hát nyilván a háztetőn, tehát ez lentről nem látszik. A médiacentrum számára az sem volt elhanyagolandó szempont, hogy az energiatakarékosság mellett belépjen azon helyi vállalkozások sorába, amelyek fontos szempontnak tartják a környezetvédelmet és az ökológiai lábnyom csökkentését. A teljes hálózat kiépítése több elemet is magában foglalt napelemparkot a tető felület több részén, több mint 50 kW nagyságban, és természetesen invertereket, és a hozzátartozó kapcsoló szekrényeket, úgyhogy egy nagyon komoly beruházás volt ez. Olyan teljesítményen rendelkezik, és olyan kapacitással ez a napelempark, amely elméleti szinten jelen pillanatban, még hiszen nem telt még el egy naptári év, egy leolvasási időszak, teljes mértékben képes fedezni a áramellátásunkat. Ez óriási segítség lehet a működésünk további feltételeinek biztosításában. A napelemes rendszer telepítése közel két hetet vett igénybe, és az elmúlt két hónapban már erről működött a teljes médiacentrum energiaellátása.